Üdvözlök mindenkit itt a Tech 2 YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Hát meglepődve tapasztalja az ember, hogy most már a tévék is mennyire okosak, de egyébként az autóktól kezdve a mosógépig tényleg mindenre ráaggasztató az okos kifejezés, hiszen tényleg most már a mai IoT-s világban az eszközök egyre inkább össze lettek kötve, és össze is lesznek kötve a jövőben. Nem mindenki vágyik viszont nagyon drága szuperkütyükre, UHD felbontásra, 8K-ra, WebOS-re, más operációs rendszerekre, vagy tényleg minden csinadatrára, amik a tévékkel érkeznek, hanem valaki csak egyszerűbb képességű tévét keres a hálószobába, hiszen azon is lehet nyugodtan nézni a meccset, vagy a legfontosabb sorozatokat. Hát pont erről lesz ma szó, egy Thomson készülékről, ami meglepően olcsó, nyilván ehhez mérten nem is túl bőséges a tudása, de a mindennapokra egyértelműen elegendőnek mondható. Nem kell atomfizikusnak vagy asztalosnak lennünk ahhoz, hogy megfelelően rögzíteni tudjuk a talpakat. Igazából csak az irányt kell eltalálnunk, utána pedig a csavart a helyére csavarozni, és már is felállíthatjuk a készüléket. Nem túl vékony modell ez, láttunk már ennél karcsúbb példányt, de ennek ellenére egyáltalán nem nehéz, 4,3-4,4 kg-ot nyom, tehát könnyedén hordozható, és vagy az előbb látott talpakra állítjuk, vagy pedig a falra helyezzük, méghozzá a hátlapi felfogatónak a segítségével. Alul pár gombot felelhetünk, így lehet például a csatornák között váltani, a hangerőt módosítani, vagy akár lejátszani az adott fájlt, amit mi betápláltunk, hátul pedig többfajta csatlakozót is felelhetünk, kétszer HDMI, USB, SCART, RJ45, digitális audio kimenet, fejhallgató kimenet, és CI slot is a repertoár része, tehát bőven lehet mit kapcsolni. Maga a készülék kijelzőjét körülvevő keret egyáltalán nem vastag, nyilván ennél is láttunk már vékonyabb kivitelezést, de a kép abszolút megfelelő, nagyjából 270 nites fényrőre képes, és 1366x768 pixelt képes megjeleníteni, tehát egy HD Ready HD felbontású panelről beszélünk, aminek a betekintési szögei és a színei is rendben vannak, nyilván nagyon közelről látszódnak azért a pixelek, de messziről egyáltalán nem zavaró, sőt hálószobában megfelelő távolságra is van tőlünk. Tartozik egy irányító is a tévéhez természetesen, erre viszont túl sok szót nem szeretnék fecsérelni, hiszen nem rendelkezik nagyon bőséges funkcionalitással, van numerikus része, vannak iránygombok, van menügomb, visszalépés, hangosítás, halkítás, csatornaváltás, tehát a szokásos. Sokkal érdekesebb inkább, hogy milyen menüpontokat tartalmaz a készülék, egyrésztről a képet tudjuk módosítani, és a kép módosításán belül is terítettséget, élességet, színhőmérsékletet, fényerőt, képmódot és takarékos háttérvegítés is választhatunk. Készelinti módban nagyjából 0,2 kWh-t fogyaszt a készülék, de bekapcsolva sem mondható nagyon fogyasztónak, hiszen A pluszos energiatanúsítvánnyal rendelkezik. A hangnál is lehet babrálni, az időzítőt is be lehet kapcsolni, a további lehetőségeknél pedig itt látható, hogy milyen plusz menüpontokat találunk, az aki szeretne esetleg ezzel babrálni, nyugodtan megteheti, a hátul lévő Ethernet port segítségével pedig akár internetet is adhatunk a készüléknek. Le is zárulhatjuk, hogy a lurkók ne férjenek hozzá se a tévéhez, se bizonyos csatornákhoz esetleg, a különbeállítások részlegben pedig a szokásos dolgokat találjuk. De mi a helyzet, hogy a USB pendrive-ot csatlakozhatunk a készülékhez? Fotó, zene és videó, ez a három menüpont tárul elénk, a képeket pillanatok alatt megjeleníti a tévé, legyen az szinte bármilyen formátum, de a zenéknél is elboldul a legfontosabb ismert formátumokkal, például ilyen egy MP3 lejátszás. A készülék hangszóraja megfelelő, filmnézésre abszolút alkalmas, zenehallgatásra is talán, de hát ne várjunk hifi minőséget egyáltalán. Nincs gond, hogyha videózni szeretnénk, tök jó, hogy ezek az olcsó televíziók is már képesek lejátszani olyan ismert formátumokat, mint a MOV vagy az AVI. Nem kell külön média lejátszó ahhoz, hogy este bármikor mozizhassunk. Alapvetően fontos még elmondani, hogy a hangrendszer 2.0-as, egyébként pedig egy 16:9-es képarányú tévéről beszélünk, ami 60 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik. A Thomson 32HD 3101 modell számú televízió készülék mindössze hivatalos forgalmazásban 52.990 forintba kerül, ez pedig tényleg tök jó ár, annak fényében, hogy USB pendrive-ról akár filmeket, képet és zenét is le tudunk játszani, ugyan a HD felbontás nem a legjobb, nyilván van ennél jóval nagyobb és jobb felbontás is már a piacon, viszont általában HD felbontásban érkeznek a TV csatornák is, vagy még sok háztartásban ennél is
gyengébb minőségben, tehát tényleg a hálóban egy ilyen készülék abszolút megfelelőnek mondható, és hogy körbenézünk más márkák házatáján, akkor ennél legalább 10-15 ezer forinttal többe kerülnek ugyanilyen készülékek, amik egy fokkal sem tudnak többet, tehát a Thomson vagy igazából TCL, hiszen azért ők gyártják, az ő kezükben van a Thomson is. A Thomson TV igazán jól szerepelt, és a mindennapokra abszolút alkalmasnak ítéljük. Én köszönöm szépen a figyelmet, a jövőben is jövünk még TV, mobil, egyéb minden tech-kütyű tesztel. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és a következő képnél középen az ikonra kattintva iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszi a figyelmet, sziasztok!